Üdvözlök mindenkit a mai túránkon. Aki egy kicsit szemfülesebb, illetve már járt erre, az biztosan tudja, hogy mi ez itt mögöttem. És bizony, ez nem más, mint a Vereshegy aljai tó, vagy Veres alja tó. És hogyha közelebbről megnézzük, akkor tény és való, hogy Veres az alja. Hát, hogy most pontosan ebből ered a neve vagy sem, azt így nem tudom eldönteni. Minden esetre ez egy találó név. Mögöttünk a Veres alja hegy, aminek mondjuk nem veres az alja, de itt van. Én ezt már többször említettem, hogy Punkhegynek hívom, mert a tetején is van egy ilyen fenyőtara, és pont úgy néz ki. Szóval, hogyha itt vagyunk, az csak egyet jelenthet, illetve kettőt is jelenthet, mert még a kék magurára is mászhatnánk fel innen, de most nem az lesz, hanem a sokkal népszerűbb Szamos bazár fog következni. Hogy tartsanak velünk ma is. Nos, hát amilyen messze csak tudtunk, eljöttünk autóval, szóval ez most igazi kocaturizmus lesz. Hasonló társaság, mármint a koca része, éppen most hagyja el a terepet, úgyhogy talán nem lesz akkor a nyüzsi bent a szurdokban. Hogy mennyire messze jöttünk, azt most tudom megmutatni. Tulajdonképpen eddig lehet kocsival eljönni. És innen már mindenképpen muszáj gyalogolni, sajnos. Itt található egy kisebb leírás magáról a karsztjelenségről. Egyébként hozzáteszem magyarul is. Tehát ezen mondjuk nem volt háború, ezen a táblán, mint a tegnapi tanösvénytáblákon. És a jelzésen is szépen ott van magyarul, hogy hol fogunk most tartani. Nos, hát mivel eddig autóval tohonyáskodtunk, ezért a túra rögtön mászással kezdődik, ami aztán hamarosan át fog csapni ereszkedésbe. Egyébként pedig, nem tudom, hogy most jó napot választottunk-e, vagy mi a helyzet, de nincsenek túl sokan, azért ennél nagyobb tolongást szokott tenni így a bazár bejáratánál. Hogyha pedig már így annyira szóba került az autózás, akkor hadd mondjam el, hogy az út, ugye a makadám része az abszolválható, de nem jó. Tehát óvatosan kell rajta haladni, de igazából nem nagyon kátyús, hanem ahogy itt is látható, ilyen nagyobb kövek vannak rajta, néha sokkal nagyobbak is, és azokon azért ugye nem lenne a legjobb fönnakadni. A jelzésünk a piros pötty, valahogy ma is, de ez nincs igazából összekötetésben a tegnapi piros pöttyel, ami a Bogakő Bogacsűr barlangot jelölte. Legalábbis azt hiszem. Igazából az sincs nagyon messze innen. Tulajdonképpen a most nem látszik a Vereshegy alja, azon túl van. Tehát légvonalban nincs több mint 2-3 kilométer. Nos, az Aragyász a körút, az itt kezdődik. Tulajdonképpen ott lent azon a ponton, ahol a túratárs éppen most áthalad. Fönt a fölfelé vezető ösvény, az megkerüli a barlangot, és egy ugyanilyen meredeken, talán még meredekebben ereszkedik le a barlang túloldalán. Viszont, hogyha így lefele megyünk a mederbe, akkor átmegyünk a barlangon. Tehát remélem ez így eléggé érthető volt, ahogy elmagyaráztam. És ugye azért körút, mert mondjuk lemegyünk át a barlangon, és akkor föl-vissza, és ide le. De ez a kis körút, ez nem a Szamos bazár teljes túrája, ez csak a 8-asnak a kisebbik fele. Túljöttünk itt a kanyaron, amit az előbb föntről mutattam, és íme az Aragyász a barlang innenső bejárata. Hogyha az emberek méretéhez viszonyítjuk, akkor látszik, hogy nem kicsi. A barlang viszont maga elég könnyen járható. Ha minden igaz, akkor nagyjából be is van szerelve, vannak létrák, meg acélhúzalok, legalábbis nyomokban. És azért lámpa szükséges a bejárásához. Úgyhogy mindjárt neki is készülünk, és átkelünk a pokol kapuján. És amint az látszik, legalábbis itt a kezdeti szakaszon szépen be van szerelve a barlang. Igazából szükség is van rá, mert mellettünk azért elég mélyen megy a patak, bár ez csak egy 5-6 méteres esés, azért mégis két emelet, tehát nem biztos, hogy annyira
élvezetes volna ezt megcsinálni. Így viszont, hogy be van lánccal szerelve, így tökéletesen biztonságos. Látszik is, hogy én félkézzel mászok. Egyik kézzel mászok, másik kézzel filmezek. Hogy van ez fülével, figurázik, szájával, vacsorázik, mindent tudok. Na hát benn vagyunk a bejárati teremben. A méretek pompázatosak. És igazából ide még lámpa sem nagyon kell. De azért nem árt, hogyha van. Itt is van még valami kicsi oldaljárat. Hát oda most nem fogok fölmászni, mert egyrészt nem könnyű. Másrészt, bár hoztuk a kötelet, de azért inkább nem. Tehát nincs másrészt, nincs kedvem. Most ilyen ördögnyakokon kell mászni. Látszik, hogy azért van egy kis mélység az ösvény mellett, tehát nem árt vigyázni. De azért ez mégsem olyan borzasztóan veszélyes. Mondom úgy, hogy most mindjárt elcsúsztam. Az ösvény viszont nagyon jól be van vágva a falba, kivéve ahol nem. Itt évente több ezer ember megfordul, és balesetek nagyon ritkán vannak legfeljebb. Persze nem árt azért körültekintően mozogni. Igen, van a kicsi oldaljáratok itt ott a barlangban. Sajnos, mikor turista szezon van, akkor előfordul az, mint most is, hogy a láncos ereszkedéseknél sokat kell várni, amíg mindenki végig nyomja magát meg a túlsúlyát rajta. Itt is most egy ilyen várakozás következik. A lemászás itt azért nagyjából gyerekjáték. Az előttünk levő csoportot szerintem egész biztos, hogy mind föl volt mentve testnevelésből. Persze, mint azt az illusztráció is mutatja, nem árt, hogyha kesztyűt hozunk az ilyesmikhez. A lánc az nyírkos, rozsdás. Tehát, hogyha tiszta kézzel akarunk végigérni, akkor húzzunk valamilyen munkás kesztyűt. Az enyém az ide lett lehajítva éppen a földre, de most ne legyek gonosz, inkább tartok fényt, hogy tudjanak többiek is jönni. Tehát ilyen kicsi lemászások azért vannak a barlangba, de mint látszik, ez is nagyon jól lánccal meg van oldva, tehát nagyon egyszerű. A barlangban több helyen a patakban kell gázolni, illetve nem kerülhető el igazán a vízbelépés, viszont amint ez látszik, igen sekély a víz, tehát nem kell megijedni. Mondjuk lehet, hogy egy edzőcipő az nem elég. Amúgy pedig a barlangot sok helyen megvilágítják kisebb-nagyobb ablakok. Ezeket a felső körútról lehet megtekinteni, föntről, de nagy részük azért életveszélyes, tehát eltelt, hogy mekkora lehet innen esni. Vagy például onnan is. Hát nem tudom, ott most pont mély lesz a víz, úgyhogy ezen, igen, itt lehet átjönni. Víz jobb? Szerintem ezen a felén jobb jönni, igen. Tehát mindig elég könnyű kikerülni a mélyebb részeket. A barlangban található egy ilyen dilemmás rész is, hogy itt van még egy vagy egy kimászás, vagy itt meg lehet kerülni ezt a sziklatömböt. A felmentett csapat az erre fele ment, de nem biztos, hogy jól járnak, mert itt a patakban én úgy emlékszem, hogy vannak elég mély gübbenők is, és a fenyőgerendek pedig borzasztóan csúsznak. Tehát valahol ezeken a fenyőgerendeken látszik is, hogy szögek vannak benne beleütve, ami szintén nem túl egészséges szerintem. Hát valaha voltak rajta a szlovák paradicsomhoz hasonló pallófokok is, de hát ez már mind a múlté. Úgyhogy én szerintem mászni fogunk. Most tulajdonképpen kiértünk a barlangból. Ez a Medúza Zugnak nevezett hely. Itt már a barlang teteje teljesen be van szakadva, vagy jóformán teljesen. Ugye nincs most már a kezembe lámpa. És itt primán lehet látni. Tehát igazából majd néhány évmillió múlva az egész barlang így fog kinézni, hogy egy nagyon-nagyon szűk, szorossá fog átalakulni, a tetejébe be fog majd szakadozni. De azt most nem fogunk itt kivárni, hanem haladunk szépen lassan, de biztosan előre. Most ez is valaha, valószínűleg, egy palló rendszernek a része volt, ez a sok rönk. Most hát
igen erősen csak fenntartásokkal lehet most már ezt használni. De szerencsére a víz itt sem mély. Hamarosan a kijárati kábeles láncos résznél leszünk. Az sem nehéz, csak hát kell egy kicsi biceps hozzá. Annyi az egész. Illetve szintén ajánlott a kesztyű használata. De mint az látható, a barlang az prímán és szinte fáradtságmentesen járható. Meg a szoros rész is. Viszont a magasság az azért elég meglehetős. Most hát így néz ki a kifelé vezető láncos szakasz. Ez se borzasztóan veszedelmes. Én tudom, hogy a szlovák paradicsomba itt vastrepnik lennének, de hát edzettek vagyunk, és ezt is abszolváljuk. És látszik, hogy ez is gyerekjáték. Nos, igen nagy szárazság volt idén. Annyira nagy, hogy feredőpatak most nincs. Ez a csobogás, ez ugyan mondjuk a feredőpataknak az eleje. A vízesésből megvan egy ennyi, meg itt ez a kis tócsa, ami ezek szerint víznyelő is egyúttal, és most győzi a kapacitása az, hogy oda már semmit nem jut. Itt ebben mindig egy elég rendes víz szokott folyni. Hát most nem. Ez olyan szempontból lehet jó esetek, hogy nincs ilyen borzasztó nagy víz, hogy lehetséges szerintem a kanyont alul is bejárni. Ezt meg is fogjuk kísérelni, de persze tudom, illene fölmászni a kilátókra is. Én szerintem meg lesz az is. Tovább lehet, hogy nem beszkírozzuk, majd meglátjuk, hogy mennyi a vállalkozó kedv bennünk. Itt van még egy barlang, ahol szintén eltűnik a pataknak a fele. Most hát fölmentünk itt a feredőpatakon még egy olyan 100-150 métert. Igazából semmi érdekes nincs. Egyedül az, hogy no man is no man, a rohadt feredőpatakban megferedtem. Itt ugyanis ez a zöldes mohás takony, ez olyan hihetetlenül csúszik. Itt sikerült elseggelnem a kövön. Nem volt kellemes, de most egy ideig megvan oldva a vízhűtés alapból, illetve az alapomon. Most úgy döntöttünk, hogy először a patak szintjén járjuk be a bazárt. Hamarosan le is ereszkedünk a patak szintre, úgy szemben az egyik szírt fa, ott a másik. De igazából most el vagyunk foglalva mással, és pedig áfonyázással. Vagy ha így nem tudom, mit ad vissza ebből a kamera, megfordítom így a bokrot, és mindegyik ilyen. Hát rengeteg, hihetetlen mennyiségben van áfonya. Úgyhogy most adásszünet következik.